Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Az Aqua Palace Kft. Többletfinanszírozásáról is döntöttek. Rekonstrukció. Megújult a Püspök Major lakótelepi bölcsöde egyik gondozási egysége. Babamama foglalkozás. A Szüreti Suttogó Mariettával című eseményen zenés programmal is várta a legkisebbeket és szüleiket a zenepedagógus. 15 fővel határozatképes volt Szentendre város képviselőtestülete szerdai tanácskozásán. Egyebek mellett az első napirendi pontban az idei évi városrészi költségvetés program beszámolójáról, illetve a 2024 évi költségvetési program indításáról szóló előterjesztést vitatták meg a városatyák. Szentendre város önkormányzata idén folytatta az Ábrányi Emil programban megígért, még 2021-ben útjára indított városrészi költségvetési programot. A képviselőtestület döntésére a város költségvetésében 70 millió forintot különítettek el azokra a fejlesztésekre, amelyek a lakók ötletein alapulnak, és amelyekről a város polgárai dönthetnek. A forrás idén is 10 millió forinttal nőtt a tavalyi forráshoz képest, emellett a részvétel is magasabb volt, mint a 2022-es programban. A nyertes fejlesztési ötletek megvalósítási folyamata elindult. Először 2021-ben 50 millió forinttal indítottuk ezt a programot, 2023-ban már ez 70 millió forint volt, és most az a javaslatunk, hogy 2024-ben ez 100 millió forint legyen. Tehát, és még egy fontos dolog, hogy ezt a programot úgy indítottuk el, hogy ezt folyamatosan változtatjuk a tapasztalatoknak megfelelően. Ha most 2024-es költségvetésre a képviselőtestület kötelezettséget vállal már most, akkor már most ősszel el tudjuk indítani a városrészi költségvetésnek a javaslattételi részét, és még karácsony előtt végig tudjuk vinni a szavazási részét, a metódust is, és 2024-ben elkezdődhetnek a megszavazott városrészi költségvetéseknek a megvalósításai. A határozati javaslat szerint további 5 millió forintot biztosítanak az ifjúsági részvételi költségvetés keretére a jövő évi városrészi költségvetési programban. Ennek célja, hogy az 5 szentendrei középiskolát is bevonják a lakossági igények alapján történő városrészi fejlesztésekbe. Útjárda közvilágítás felújítása legtöbb polgár kérése. A második legtöbb az a közlekedés biztonság forgalom technikai kérés ötlet javaslat. Örvendetes, hogy egyébként ilyen szabadidős, rekreációs, közösségi teres javaslatok mostanra a harmadik helyre kerültek, ez az elején nem így volt, de hogy azt látjuk itt bal oldalon, a bal felső szegmensben, hogy ez a harmadik legtöbb beérkező javaslat. Most idén augusztus elejére lettek meg az eredmények, ahogy polgármester úr is említette a bevezetőjében, idén őszre szeretnénk ezt átrakni. Most van tervezés alatt az ősztől induló folyamat. Most azt látom, hogy a javaslattételi időszak talán október végén, novemberben indulhat. A képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. A következő előterjesztés az Aqua Palace Kft. 2023 évi üzleti tervének módosítására irányult. Eszerint a gazdálkodási környezet változása miatt annak többletfinanszírozására van szükség, ami az önkormányzat költségvetésében plusz kiadást jelent. Például a rendszerhasználati díj több mint háromszorosára emelése miatt plusz forrásokra van szükség. Tehát látszik, hogy durván 90 millió forint plusz forrás, költségvetési forrás kell átcsoportosítanunk, hogy az uszoda továbbra is üzemeljen. Durván 33 millió forint, ez jelent, amiatt kell, mert jelentősen visszaesett az úszásoktatásra jelentkező egyesületek és magánszemélyek száma.
Ez az is látszik, hogy a felnőtt úszók és a wellness szolgáltatást igénybe vevő lakosság száma az szinte alig változott, tehát ez a tendencia maradt, tehát a sportolók és a sportegyesületek sokkal kevesebb be tudják igénybe venni, vagy veszik igénybe az úszodát. 26 millió forint, majdnem 27 millió forint plusz kiadást jelent ez a rendszerhasználati díj kiugró növelése, ami februárban szembesült vele a V8, illetve nem csak a V8, hanem mindannyian. 22 millió forint összegben felújításokat is kellett végezni, különböző víz- és légtechnikai javításokat, cseréket. Juhász László, a V8 úszoda ügyvezetője a képviselőtestületi ülésen elmondta, hogy a bevétel növelése érdekében többféle lehetőség kidolgozásába kezdtek. Szeptember 1-től december 31-ig egy úszoda belépési akciót indítottunk el, ami azt jelenti, hogy szombat-vasárnap az úszoda látogatók 1050 forintért, szentendrei lakosok, felnőtt, nyugdíjas, gyerek, diák 1050 forintért látogathatja az úszodát. Most már két hete megy ez a program elméletileg, és ebbe bízunk, hogy ez a csökkentett értékű belépési lehet 2100 forint különben a belépő ára, hogyha a felnőttet nézzük, hogy ez részben közérzetjavító hatású lehet, részben bízunk benne, hogy motiválja annyira bizonyos lakosú réteget, hogy lesznek több plusz látogatók az úszodában. A képviselőtestület a szavazáson minősített többséggel elfogadta a határozati javaslatot. A következő napirendi pontban az NHS Vértes vidéke hulladékgazdálkodási NKFT-vel megkötött szerződések jóváhagyásáról és hitelesítéséről döntött a grémium. Magyar állam által 35 éves koncesszióba adott hulladékszállítási lehetőség a MOL-nak. A MOL létrehozta a MOHU nevezetű cégét, aki a Szentendrén lévő hulladékátragó felett is most már rendelkezik, ezt szeretnék továbbra is üzemeltetni. A Szentendrei járásban, illetve itt a környéken ez a hulladékátragó, ez fontos szerepet fog betölteni, és most az eddigi NHS Vértes kezelésében lévő, mert az Európai Uniós támogatással létesült ez az átrakó, ennek a szerződését kell jóváhagyni a képviselőtestületnek, amit a városi szolgáltató kötött. A határozati javaslatot egyhangulag elfogadták a városatyák. A képviselőtestületi ülésről készült beszámolónkat folytatjuk a hétfői Szentendre ma adásában. Megújult a Püspök Major lakótelepi bölcsöde egyik gondozási egysége a nyáron. Az önkormányzati fenntartású intézményben egy hónapig tartott az átfogó munkálat, ami kiterjedt a víz, villanyvezetékek, valamint a burkolatok cseréjére is. Régóta készültek a Püspök Major lakótelepi bölcsöde egyik gondozási egységének teljes körű felújítására. Élhetőbb, szebb lett a nyári egy hónapos felújítás alatt a Kisvakon csoport, ahol a fürdőszobában kicserélték a víz- és villanyvezetékeket, amik az elmúlt évtizedekben elhasználódtak. A bölcsödének egy olyan gondozási egysége volt, ahol még nem történt meg a fürdőszoba felújítás, és most ebben az évben, augusztusban megtörtént ennek is a felújítása, ez a Kisvakond csoportnak a gondozási egysége. Nagyon nagy munkálatok történtek, ugye ez 1978-ban került átadásra ez a bölcsöde, azóta ennek az egységnek a fürdőszobájához nem nyúlt hozzá senki, úgyhogy most történt meg ez a felújítás, de mivel ebben az egységben nagyon gyakorta volt dugulás, ezért kénytelenek voltunk nem csak magát a fürdőszobát felújítani, hanem az egész csatorna hálózatát kicserélni, és hát a feltárásnál derült ki, hogy itt nagyon komoly problémák voltak, mindenféle fagyökérzetbe volt nőve a csövekbe, úgyhogy ez már tényleg egy időzített bomba volt.
ez bármikor egy végleges problémát okozhatott volna az épületben, úgyhogy ennek a teljes cseréje megtörtént, illetve hát egy teljes felújítás a burkolattól, a villanyvezetékekig, a vízvezetékekig, minden ki lett cserélve. Nagyon szoros volt a határidő, az biztos, de egy nagyon jó kivitelező cég végezte a munkálatokat. Egyébként ők már korábban is dolgoztak itt a bölcsödében, már 2 egységet ők újítottak föl, tehát én bíztam nagyon bennük, mert ismertem a munkájukat, úgyhogy 1 hét csúszással a bölcsöde ugye augusztus 17-én nyitott, és 1 hétre rá tudták műszakilag átadni ezt az egységet. Úgyhogy addig át kellett szervezni egy kicsit az életünket, úgyhogy abba a csoportba, ahonnan már sok óvodás gyermek nem tért vissza augusztusba, abba a csoportba kerültek át a Kisvakond csoportnak a tagjai. A beruházás 14,5 millió forintból valósult meg, ami magába foglalta a lámpatestek, a szerelvények cseréjét is az érintett gondozási egységben és annak kiszolgáló helyiségeiben. Nagyon köszönjük a fenntartónak. Az év minden napján beszéltünk róla, hogy mennyire szükséges lenne, de azt is tudomásul vettük, hogy egy nagyon nehéz gazdasági helyzetben vannak az önkormányzatok, Szentendre város önkormányzata is, úgyhogy évközben sokszor beszéltünk róla, és ugye mindig úgy voltunk vele, hogy majd meglátjuk, hogy augusztusig sikerül-e ezt a feladatot megoldani, és hát sikerült, úgyhogy ezt még egyszer nagyon köszönjük a fenntartónak. Én úgy gondolom, hogy szép környezetben dolgozni, illetve az ellátottak, a gyerekek is szép környezetben vannak, ez mindennél fontosabb, és ez egy nagyszerű dolog. Igen, az átadó helyiség is egy teljesen új burkolatot kapott, úgyhogy nagyon ízléses lett, szép lett. Én azt hiszem, hogy mindenki a dolgozóktól, a gyerekekig, a családokig, mindenki nagyon nagy örömmel fogadta. A megújult 28 fős gondozási egységet szeptemberben vehették birtokba a gyerekek. A szentendrei rendőrkapitányság vezetője jogkörénél fogva fokozott ellenőrzést rendelt el Visegrád közigazgatási területére. Hívják fel a figyelmet a polisz.hu-n. A szeptember 9-én 0 órától november 8-án 24 óráig tartó fokozott ellenőrzés célja a közrend fenntartása, a jogsértő cselekmények megelőzése, megszakítása, illetve felderítése, folytatják a weboldalon. Szüreti suttogó Mariettával címmel tartott zenés babamama foglalkozást múlt csütörtökön a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban Balázs Marietta. A zenepedagógus énekléssel, hangszerekkel, mondókákkal, tematikus mesekönyv ajánlóval várta a legkisebbeket és szüleiket. A közösségteremtő foglalkozásokat hétfőn délelőttönként az offline centerben, csütörtökönként pedig a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban tartja Balázs Marietta. Közös éneklés és gitárszó. Balázs Marietta suttogó nevet viselő zenés babamama foglalkozásába a bátortalanabbak is bekapcsolódnak. A leány azt mondja, nem megyek férhez soha, de a leány azt mondja, nem megyek férhez soha. Öröm anya, jöjjön ki, hogy az ögöd is aki, elvesze be a fejét, a lánya szeretőjét. A zenepedagógus a magyar népdalok, a megzenésített versek és más népek dalai mellett minden foglalkozáson olyan új énekeket is tanít a résztvevőknek, amelyek az adott évszakhoz vagy ünnepekhez kapcsolódnak. Balázs Marietta a gitár mellett citerát és 3 furuját is megszólaltat. Szerettem volna mindenképp, hogy valami közösségbe járjon a kislányom, találkozzon más gyerekekkel,
és szerintem nagyon szuper a közösség, nagyon jók a dalok, és tudjuk őket hazavinni, tehát otthon is tudjuk azokat alkalmazni, amit itt megtanulunk, mondókákat, dalokat, ilyen ölbéli játékokat, és nagyon szereti a kislányom. Mónika 6 hónapos kisfiával először jár suttogón. Tetszik, hogy vannak hangszerek, mert a kisfiunk nagyon szereti a hangszereket is. A zenén kívül az ölbeli játékok, a csiklandozók, a lovagoltatók, az orr összedugós mondókák is nagy örömet okoznak a legkisebbeknek, és mélyítik az anya-gyermek kapcsolatot. A ritmusnak a beszéd kialakulásában is nagy szerepe van. A közösségben gyakran barátságok születnek. Az a cél, hogy otthon is játsszák ezeket sokszor-sokszor egymás után, és a napjukat felfűzzék ezekre az ölbéli játékokra és dalokra, vagyis minden helyzetben ugyanazokat a dalokat énekeljék. Ez nagyon fontos egy gyermeknek, az ismétlődés, és ebben talál biztonságot, kapaszkodókat az élethez, hogy egy szép keretben tudja megélni a hétköznapjait egy kisbaba. A legszebb ajándék a levéltolvaj, néhány könyvcím, amelyeket Balázs Marietta ajánlott szüreti suttogóján a kicsiknek és a szülőknek. A 2008-ban indult suttogó Baba Mama Klub Szentendrén hétfőnként az offline centerben, csütörtökönként pedig a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban várja a családokat. Végül a várható időjárásról. Pénteken napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő futó zápor. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Egyebek mellett az idei évi városrészi költségvetés program beszámolójáról is tanácskoztak a városatyák a képviselőtestület szerdai ülésén. Megújult a Püspök Major lakótelepi bölcsőde egyik gondozási egysége a nyáron. Szüreti suttogó Mariettával címmel tartott zenés babamama foglalkozást múlt csütörtökön a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban Balázs Marietta. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Korhatártalanul című magazinműsorunk, amelyben Endrei Judit vendége lesz Várkonyi Attila. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon, a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!